Sziasztok, én Zolcsi vagyok, ez lenne a második videó, már lassan több mint fél éve nem volt videó, és most lesz, mert én egyben iskolába is járok, sajnos, és ezért nincsen videó. Tényleg le is kéne amúgy jönni! Igazi menő Gucci. Na, itt volt a trambulin mostanáig. Most viszont ott, ha bejövünk, akkor egyből ott van a trambulin, és nem kell annyit járkálni, hogy elérj a trambulinba, mert itt legalább nincs annyira nagy sár, mint ott. Ezt majd ki kell homályosítani, vagy kockázni itt a izét, címet. Elsiklott. Hát de nem tudják, hogy Győrbe vagyunk. Hát ez az, hogy nem tudják. De most már tudják, na mindegy. Bocsánat, a hangzavarokért, ott is valamit eltűnik, meg ott is, nem tudom, hogy... Milyen videót akarsz, ez fölmehet? Mehet? Ez lesz az embereknek a kedvence. Azért még egyszer meg kéne mutatni, hogy milyen szép az oknyom. Csillagpatrikos. Csillagpatrikos oknyom. Majdnem pofát esett. Nincsen fűnyírós vlog, mert tönkre mentek a fűnyírók. Megtanulunk előre szaltózni. Na mutass egy előre szaltót. Nézzük. Először egy hátas. Az a piros kocsim már sajnos nincsen meg, amely az első videóban látható. Ellopták a suliba, és akkor... Nagyon szép autónak néz ki jelenleg. Bontódik, igen. Kis privát limuzinom is 20 évig bírta, egyszer se hagyott minket az útszélen, de sajnos módon összekeveredtek a dugattyúk, és motorcsere kétszerűen drága lenne, mint maga az autó. Ő itt a csivavám. Ő egy Gazi 3.0, de sajnos nem működik. Benne azok a virágágyásról. Nyáron talán többet szeretnék foglalkozni ezzel a YouTube témával. Ha gondoljátok felőlem, lehet kérdezfelelek videó is. Ezt a videót még próbáljuk kicsit viccesebbre megvágni, hogy tetszen az embereknek, és ne legyen unalmas. Elsősorban, hogy ne legyen unalmas, és hogy tudjuk szórakoztatni az embereket. És ugye, ha valaki nem tudná, nekem január 4-én volt egy balesetem a jobb vállammal, leestem a szalmabáláról, egyik barátomnál játszottunk és leestem, volt egy 2,5 órás műtétem, ott volt mellettem anyukám is, és igazándiból, ha úgy van, nem akarom megmutatni a sebb helyet, mert valakinek főkavaró lenne, de az úgy szép, hogy a gyógyulásként, hogy szépen meggyógyul. Ez életem végéig látszódni fog igazándiból. A kulcsontom kifordult, itt a felkarcsontom eltörött és elmozdult, meg inszalagbecsípődésem volt, és igazándiból alig adtak 1-2%-ot, hogy ne kelljen levágni, úgymond a kezemet, de nem mondom melyik kórházba. Kedvesek voltak az orvosok, és jók voltak, meg tudták menteni a kezemet. Én most ez miatt, mert hogy műtöttek, a kezem miatt én 10 hónapig kimaradtam az iskolából, de nem ismételtem évet.
ennyi is lett volna ez a videó, remélem tetszett, és remélem, hogy majd még a jövőben is tetszeni fognak a jövő videók. Én mindig is Zolcsi voltam, sziasztok!